három témával foglalkozik, a következő címek alatt: kiálló betelepült roma családok mögött, mi a helyzet az arab menekültekkel, és mozgósítás vagy egyszerű eligazítás. Először magyar nyelven, majd pedig minden témánál, tehát szervában foglalom össze az információinkat, illetve a válaszpontokat ezekkel a témákkal kapcsolatban. Az első téma az az Európai Unió területéről kitoloncolt, illetve kitoloncolásra váró és Dél-Szerbia része különböző régióiból érkező betelepültek ügye, amelyel foglalkoztunk az év első felében is, méghozzá akkor, amikor nagy felháborodást váltott a különböző településeken a közbiztonsági helyzet megromlása, ezáltal érezhető volt a betelepültek érkezése is. Ez egy három, de inkább négy éve jelentkező beszéd Szerbiában, amikor is nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik előfeltétele, hogy az a 100, megközelítőleg 100-150 ezer szerb állampolgárságú, főleg roma nemzetiségű polgár, akik az Európai Unió területén illegálisan tartózkodnak, haza kell, hogy térjenek, vagyis hát ki kell, hogy az Európai Unió kitoloncolja őket, és Szerbia vissza kell, hogy fogadja őket. Akkor, 3,5 éve nagyjából, amikor aláírták a toloncegyezményt, ez a veszély aztán realitássá is vált. Valójában kik ezek a személyek? Nagyjából 70-80%-uk korábban Koszovó területén élt, a többiek Szerbia különböző pontjairól származnak. Az információik alapján túlnyomó többségük cigány vagyis roma nemzetiségű. Azok a települések délvidéken, illetve azok a községek érintettek, tudomásunk szerint eddig, ahol relatív vagy abszolút többséget alkot a magyarság. Engedjék meg, hogy ezeket felsoroljam. A községeket: Szabadka, Magyarkanizsa, Óbecse, Begasengyőd, Magyar Cserne. És ezen belül a települések, amelyekről beszéltem, Kisbajmok, helyi közösség, Csantavér, Bajmok, Martonos, Horgos, Péterréve, Bácsföldal, Tarantátorda, Magyar Cserne, Tóba, illetve új települések, amelyekről információkat szereztünk, a Szercsernye és Klári. Engedjék meg, hogy néhány példával is illusztráljam a probléma súlyosságát, illetve erősítsen meg, hogy valóban létező problémáról van szó. Kisbajmokon, Kisbajmok helyi közösségben Szabadkán, az egyébként is már romák által lakott utcákban felújított, üresen álló házak jelentek meg, amelyek a helyiek elmondása szerint a nyugatról visszatérő rokonok, illetve ismerősök fogadására vár. Tudni kell, hogy 2008-ban ebben a helyi közösségben információk érkeztek a terepről, miszerint házösszeírásokat tartottak a rendőrség különböző hivatalnokokkal az oldalokon, viszont ezeket a házösszeírásokat nem indokolták akkor meg. Csantavéren az év elején a közbiztonsági helyzet megromlásából sérzékelhető volt az érkezettek jelenléte. Hatalmas volt a lakosság elégedetlensége, és egy bűnözési hullám söpört végig a településen, amely oda vezetett, hogy a rendőrség néhány hétig fokozott jelenlétet kellett tanúsítson. A probléma továbbra is fennáll. Martonoson korábbi számarányokat tekintve a cigányság arány 5%-ról nagyjából 10-15%-ra emelkedett. Oda vezetett a dolog, hogy szintén lakossági fórumokat tartottak a polgárok, ahol hát még a csilláról is lógtak az emberek, ugyanis nagy volt az elégedetlenség, hiszen szintén a közbiztonság megromlott, a szociális helyzet még súlyosabb lett a településen, nincs munkahely, az érkezettek nem akarnak dolgozni, magyarul nem tudnak, követelnek maguknak szernyelvű oktatást, illetve még a többség muzulmán, papot is szerettek volna, szeretnének maguknak a faluba. Horgoson az általános iskolai helyzet körül tapasztalható a jelenlétük, ugyanis a betelepült roma családok többsége, akik egyébként nem beszélnek magyarul, sőt, van, akik szép szerbül sem a gyermekek közül, ugye az Európai Unióban születtek, és kevesen tudnak már szerbül. Közülük nagyon sokan a roma gyerekek közül a magyar tagozatokra lettek iratva, és mint később kiderült, ez a magyarországi oktatásnevelési pályázatok miatt, hogy azt az évente
80-90 eurót, amit a magyar állam folyósít a diákok számára, ők megkapják fejenként. Ezt a helyzetet is némileg aztán sikerült orvosolni, de a probléma továbbra is jelen van. Torontában is megjelent néhány család, ugyan kevesebb számban, de voltak konfliktusok a helyi őslakosokkal ott is. Péter Évén, vagy népjesen nevét Pecellón, egy faluszéli utcába költöztettek számos családot, és mintha az embereik voltak a terepek, én is jártak ezekben a házakban is, beszélgettek a helyiekkel, az új érkezőkkel. Volt olyan ember, volt olyan családfő, akinek már 55 évesen 44 unokája van. 55 évesen 44 unokája van, és őket, mint úgy betelepülő őket, az UNICEF képviselői rendszeresen felkeresik, és különböző segélyeket nyújtanak nekik, illetve támogatják őket tüzelővel, élelmiszerrel, tisztálkodási szerekkel. Megtudtuk tőlük, hogy egy bizonyos Ilia bácsin keresztül szerezték ezeket a házakat, és aki összekötötték a hozható egy temeréni ingatlan ügynökséggel. A temeréni ingatlan ügynökség pontos neve Broker Agency, ez a Promet Nekretinen Temerén. Az ügynökség hivatalos képviselője pedig egy bizonyos Halápi Nándor. További érkezőkre számítanak, hiszen további üres ház felvásárolt és üres házak vannak Péterén is. Tudni kell, hogy az arányokat lássuk, hogy 350 magyar diák van jelenleg Péterén az iskolában, 150 szernyelvű diák, és a 150 szernyelvű diák között 30 az újonnan között roma diák. Magyar Csernyéről először csak Magyar Csernyé község területéről először Magyar Csernyéről és Tóbáról érkeztek információ, de később fejlemények is történtek az ügyben, ezt majd részletezem. Ezek után szántuk rá magunkat, hogy az érintett községek vezetőinek levelet intézünk, és erre november 3-án került sor, tehát az 5 felsorolt község egy rendőrfőnökének és polgármesterének intéztünk két nyelvű levelet, és ezt most engedjék meg, hogy felolvassam önöknek. A levélben a következő áll. Van egy tudomása és információ a szerbiai belügyminisztérium körzeti kirendeltségének és községi önkormányzatnak arról, hogy az önkormányzat területére szervezett, irányított, támogatott betelepítése zajlik az Európai Unió területéről jogerősen kitoloncolt, illetve a korábban koszovói illetőségi szerb állampolgárságú roma, cigány nemzetiségi polgárok. Ha van erre vonatkozó információ, nevezzék meg azokat a személyeket, szervezeteket vagy állami tartományi önkormányzati szerveket, akik anyagi és vagy technikai támogatásával történik a folyamat. Ha nincs bizonyítékuk és információk a folyamat igazolására, kérjük, hogy azonnal indítsanak a kivizsgálást az ügyben, ugyanis az Európa Tanács a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló keretegyezményének 16. cikkében az aláíró államok kötelezettséget vállaltak, hogy tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek a jelen keretegyezményben foglalt elvekből származnak. A szerb alkotmány 78. szakaszának 3. bekezdése szerint azokon a területeken, ahol hagyományosan és jelentős számban élnek nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, tilos a lakosság nemzeti összetételének mesterséges megváltoztatását eredményező intézkedések foglalatosítása. Teljesen valószínűleg az az elképzelés, hogy Dél-Szerbiából és Koszovóból származó roma nemzetiségi szerb állampolgárok bármiféle szervezett és pénzet közvetítő nélkül spontán módon éppen az északi vajdasági, relatív vagy abszolút többségében magyarok által lakott településeket választják még telepítési végállomásaként. Így szólt a levél, amelyre elsőként Péra Milankov, Magyar Csernye község polgármestere reagált, és telefonon felkeresett és megerősítette ezeket az információkat, azzal, hogy kiegészítette, hogy az ő községünkben nem csak a magyar települések az érintettek, és ezután én kezdeményeztem egy személyes találkozót, ő fogadott Magyar Csernyén, és számos érdekes tendenciát vázolt fel. 3,5 éve polgármester Péra Milankov
és megerősítette, hogy ez a probléma folyamatos az érkező roma menekültek. Az úgynevezett dobrovoljat, vagy önkéntes falvakba, vagyis telepes falvakba is megpróbáltak betelepülni romák, de ez nem sikerült nekik, mert a helyi lakosság elüldözte őket. A szerb falvak is érintettek ebben, például Klári vagy Radojevo, illetve szerb Csernye is. Magyar Csernyén polgármester úr állítása szerint bizonyított, hogy több házat egy olaszországi illetésű nemzetközi segélyszervezet vásárolt meg, az úgynevezett Intersos. És nyilvánvaló, hogy több település és az ő kezük van a dologban. Az UNHCR, vagyis az ENSZ menekültügyi főbizottsága pedig felkereste a polgármestert, és hát nyilvánvalóvá vált, hogy ők ugyanúgy támogatják az Intersos ebben a folyamatban és ebben a tevékenységében. A rendőrségi, ez is érdekes, hogy a magyar csernyei rendőrkapitány szerint az adott, az érintett településeken, akkor, amikor a tájékoztatást nyújtotta a polgármesternek, attól számított visszamenőleg átvett 100 bűnesetből 100 esetben ezek a romák voltak az elkövetők. Tehát a rendőrségi adat. Ekkor, mikor ez a rendőrség nyilvánvalóvá vált, akkor Európából érkeztek illetékesek a községbe, a polgármesterhez, és kiderült, hogy nem csak Olaszországból, hanem Dániából is támogatják ezeknek a polgároknak az Észak-Vajdaságban történő megtelepülését. Sajnos el kell mondani azt is, hogy többen vannak, mint ahányan a statisztikák szerint jelenleg vezetve vannak, hiszen vannak, akiknek nincsenek dokumentumai, beállított vacsik. Radojevo, vagyis Klári már a lakosság nagyjából felét alkotják a polgármester szerint, és minden naposak a betörések. Egy sajnos halálesetre is sor került, egyik ilyen betörés során egy idős asszony megöltek. A jelenlegi arány például Radojevon a belső osztályban 9 cigány nemzetiség és 1 szerb nemzetiség diák. Szerb-Csernyén 2 első osztályban, mind a kettőben nagyjából felefele az arány. Magyar-Csernyén egy még érdekesebb dologra terült fény, miszerint a statisztikai hivatal helyi illetékese szerint ezek a romák, akik egyébként nem tudnak egy szót sem magyarul, a népszámlálás során tömegesen vallották magukat magyarnak. Magyar-Csernyén. Nem tudjuk pontosan megerősíteni, hogy miért. Nyilvánvaló 3 oka lehet ennek. Az egyik, hogy nem szeretnék, hogyha a statisztikák rámutatnának a jelenlétükre. A másik oka lehet a már megnevezett oktatás-nevelési támogatás. A harmadik pedig lehet, hogy előjogokat várnak ettől a státusztól, ott, ahol magyar többségű településről van szó. Volt már magyar cserni például arra, hogy a polgármesternek kellett a helyi lakosok és a betelepültek között a konfliktus megfékezni az utcán. A községben nagyjából a polgármester állítás szerint olyan 10%-a a romák aránya, de ezt nem lehet pontosan kimutatni éppen az előbbiekben említett okból kifordulok. Ezeket az adatokat és tendenciákat egyébként megerősítette Zorica Stepanovic, magyar csernyei Vöröskereszt helyi elnöke is. Úgyhogy összegezhető röviden a probléma, hogy súlyos problémáról van szó, annak ellenére, hogy a médiában hol szó van erről, hol nincs, de létezik a probléma. És a nyelvi különbségek, a szocializációs nehézségek, az oktatási problémák, a közbiztonságra otthonása, a beilleszkedési nem tudás, a reprodukciós arányok drasztikus eltérése mind veszélyt jelentenek az őslakosságra, legyen szó az magyar vagy cserb vagy bármilyen nemzetiség. És már ebből is látszik, hogy úgy látszik, nem a szerb állam keze van benne, de viszont az Európai Unió bizonyos szervei, illetve a hozzá kapcsolható intézmények, szervezetek támogatása komoly súlyot képvisel ebben, és hogyha ez bizonyítható a szervezettség, akkor hivatkozni lehet az alkotmány adott szakaszára is. Az állam szerepe legfeljebb ott merülhet fel, amit már említettem, 2007-2008 folyamán rendőrség az Észak-Vajdasági községekben énként lakossági vagy házösszeírásokat végzett az időseknél és az üresen álló házaknál, akkor nem indokolták meg, vagyis hát azt mondták, hogy ezt a Skóciában aztán módszert próbálják alkalmazni, ahol az angol rendőrök próbáltak ismerkedni a úgymond a
tagjaiban, de hát nyilván ez a Balkánban ez egy meglehetősen rossz kifogás, és lehet ez a terep előkészítésében a szerb állam is így segítkezett. A közbiztonság az mindenképpen megromlott ezeken a településeken, de ez csak az egyik probléma a sok között. Szerintünk a megoldás következőkben rejlik. Először is bizonyítani kell a szervezettség tényét. Így akkor lehet hivatkozni a már említett nemzetközi egyezményekre és az alkotmány devágó szakaszára. A továbbiakban érkező telepeseket oda kell visszatelepíteni, ahonnan elszármaztak a szülőföldjükre. Amennyiben ez nem lehetséges, mint a koszovói helyzet miatt, akkor a hozzájuk legközelebb eső községbe, és nem több száz kilométerre eltérő helyre. Le kell állítani a nemzetközi pénzfelelést, felszámolni az illegális somatelepeket, és a dokumentumok, tehát hivatalos engedélyek, papírok nélkül megtelepedetteket pedig a hatóság kell, hogy kivizsgálják. Ez a dolga. Rendezni kell a közbiztonságot, amelyet szerintünk a polgárőrség bevezetésével kell megoldani, illetve drasztikusan kell szigorítani a kísértékű lopások szóló büntetőrendelkezést is, amit ugye évelején szintén kezdeményeztünk, sőt akkor még a VMS parlamenti képviselői erre ígéretet is tettek, hogy ezt megteszik, azóta teljes csend van. És úgy gondoljuk, hogy szociális segélyek helyett minimum közmunkát kell biztosítani az érintett településeken, a már betelepült érintettek számára, munkanélküliek számára a segélyek. A következő téma pedig az arab menekültek témája, amely elsősorban a szavakát érintett, ezt nagyon röviden szeretném csak kommentálni. Ugye augusztus és szeptember folyamán koncentráltan megjelentek Szabadkán és környékén az elsősorban arab nemzetiségű menekültek, akik főként Észak-Afrikából, a Közel-Keletről, de később a Távol-Keletről is származtak, illetve érkeztek. Az LRM képviselői az első között vonultak ki a helyszínre, amely a Szentpölyüti temetés környéke volt, hogy feltérképezzük a helyzetet. Akkor sikerült beszélni az arabokkal egy részével, illetve a temető csősszel is, és miután a helyzetet a nyilvánosan nagyjából ismeri, tudni kell, hogy mi intéztünk egy nyílt levelet a polgármesternek is, hogy rendezzék mi arab a helyzetet, és göngyölítsék fel azokat a szálakat, amelyek a szervezet bűnözésre utalnak az ember csempészetre. Pár nappal később, a nyílt levél után, aztán megjelentek a határőrség egységei, és először csak kiszorították a temetőből, a Szentpölyüti temetőből, és hát a 44-es, 45-ös emlékhelyről a menekülteket, majd később egy részeket össze is szedték, utána a temető adott részén a kommunális közvállalattal feltakarították. Aztán újra több száz menekült érkezett, és különböző táborhelyeket létesítettek a szabadkai személytelep területén, és hát nyilvánvalóan ezek az emberek is szenvedtek az adott körülményektől, és kiszolgáltatottá váltak, de ugyanakkor a környéken élő polgárok is komoly károkat szenvedtek, illetve hát a közbiztonsági érzetük is megcsapant, hiszen a terményüket lopták, az áramot lopták, és hát félelemben tartották magával a jelenlétükkel is ezek a menekültek a környéken élőket. Ugye most nemrégiben azt lehet mondani, hogy pár napra szinte, hogy hirtelen rájöttek, mi a megoldás, a hatóságok is, fölpakolták a menekültek túlnyomó többségét néhány buszra, és hát oda toncolták vissza őket, ahonnan érkeztek a legközelebbi helyre, Macedóniába, hiszen onnan szöktek át Szerbiába ezek az érintettek. De erre csak akkor került sor, amikor Szerbiában, Loznicán már az utcára vonultak tüntetni a polgárok az ottani menekültügyi helyzet miatt. Addig Szabadkán csak egy mellékes dologként kezelték, és csak ezután született úgymond ilyen megoldás. Ezzel kapcsolatban szeretnénk csak kihangsúlyozni, hogy készüljön fel a kormány, illetve a hatóság és az önkormányzatok is az ilyen helyzetre, mert megismétlődhet. És ugye hallottunk egy olyan javaslatot, hogy majd, hogyha ilyen sor kerül, akkor majd a Szerbia területén található üresen álló kaszárnyákba, lakanyákba helyezik el őket ideiglenesen.
Mi csak azt támogatjuk, hogy az adott érintett községek területén, amennyiben a végszükség ezt kívánja, akkor ott ideiglenesen elhelyezzék őket, de ne telepítsék, illetve ne szállítsák ki szét őket, mondjuk délvidék különböző üresen a laktanyáikra. De a legjobb lenne, hogyha a minél előbb aláírna Macedónia és Szerbia egymás között a toloncegyezményt, hitelesítenénk, és akkor ezt a problémát a Szerbia lakosságára, illetve az itt élő polgárokra nézve meg lehetne oldani. A sajtótájékoztatónk harmadik témája az a katonai eligazításokra felszólító levelek, amelyekről a médián keresztül is, amelyekről a média is foglalkozott az utóbbi napokban. Mi nyilvánvalóan, mint ahogy tudják, arról van szó, hogy a korábban sorkatonáságot vállalt, illetve sorkatonáságot töltött jelenleg úgymond aktív vagy passzív tartalékos állományban lévő polgárokat, illetve a polgárok egy része, aki megkapta az értesítőt, felszólították, hogy jelenjenek meg egy bizonyos időpontban a körzeti katonáságon, és hogy megkapják a háborús helyzetben, megkapják az esetleges harci beosztásokat a háborús helyzetben. Nyilvánvalóan most, hogy Szerbiában zsoldosban és professzionális hivatalos hivatásos katonaság működik, ebben a helyzetben, és főleg akkor, amikor Észak-Koszovóban politikai és hadi szempontból is feszült a helyzet, meglehetősen egyszerűen csak meglehetősen furcsa és gyanús az ilyen fajta mozgósítás úgymond, és mi azonban a Magyar Remény mozgalomban azt mondjuk, hogy nincs a pánik, nem kell az emberek között terjeszteni a rossz híreket. Véleményünk szerint, mint hogy a nagy kikindai körzetnek bizonyítja, azt úgy mondtak, hogy nincsen semmiféle szankció abban az esetben, hogyha az adott időpontban nem jelennek meg ezen az eligazításon. Ebben az esetben azt tanácsoljuk mindenkinek, illetve azt mondjuk mindenkinek, hogy akkor se tesznek rosszat, hogyha elmennek erre az eligazításra, de amennyiben úgy érzik, hogy ezt nem szeretnénk megtenni, akkor is azt mondjuk, hogy végül is nem cselekednek helytelenül. Egyszerűen csak úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben, politikai helyzetben, amikor Koszovón uralkodik, meglehetősen furcsa a katonaság körül egy ilyen felhajtás végrehajtása. Az emberem az mindenképpen figyelemmel fog követni az eseményeket, és amennyiben szükséges, akkor érdemelni fogunk és tájékoztatni az érintett lakosságot, polgárokat. Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy fog alakulni az észak-koszovói helyzet, de természetesen nem támogatjuk Szerbiát semmiféle katonai akció fegyveres konfliktus kirobbantásában, illetve abban való részvételben. A délvidéki magyarok pedig mindenképpen, hogyha ne adj Isten ilyen sor kerül, semmiképpen se vehetnek részt, hiszen az itteni magyarság már számtalanszor bizonyította, hogy rendes polgára ennek az országnak, ha már csak megfigyeljük a közterhek viselésének a gyakoriságát és mienségét.